Hamarosan kezdődik a mozgássérültek karcagi csoportjának az évvégi közgyűlése. Németh Imrénével, a csoportvezetőjével beszélgetünk. Minden évben nagyon várják ezt a tagok. Kit hívtak ma meg vendégnek? A mai napon meghívtuk az önkormányzatot, meghívtuk a megyei elnökünket, munkatársakat, meghívtuk a társcsoportokat, sajnos ezekből csak kettő tudott érkezni, mert több társcsoportnak ugyanerre a napra van az évi záró közgyűlése tervezve, így két csoport 9 fővel érkezett hozzánk. És a saját csoporttagjaink, akik nagyon szép létszámmal, az aktív mag, 95 fő jelen van. Én azt gondolom, hogy elismerés illeti a csoportot, hiszen több mint 700 taggal rendelkeznek. Vannak azért, akik nem tudnak minden alkalommal részt venni, vannak viszont, akiknek ez az egyetlen egy ilyen alkalom. Ez így van, és nagy örömmel készülődnek. Nálunk minden hó végén van egy csoportgyűlés, ahol főzéssel egybekötve szintén olyan 90-100 főig jelen vagyunk. Kirándulásainkon is az 52 fő minden alkalommal, hogy az az igazság, hogy egész aktív életet él ez a csoport. Akkor fogalmazhatunk úgy is, hogy egyfajta ilyen pótcsaládot is jelentenek sokaknak, akik egyedül vannak? Ez így van. Tyúkanyónak szoktak nevezni, ha ilyet szabad beletenni, mert igyekszünk összefogni egy nagyon jó vezetéssel, összefogni a csoportot, olyan, mintha hazajönnének. A csütörtöki napokon is ugyanígy van, mikor ügyfélfogadás van, hogy egyszerűen csak benéznek az emberek, hogy mi újság, mi lesz a következő programunk, elbeszélgetni, egy kávét meginni, valóban családias. És hát láttam itt, ahogy érkeztek a vendégek, a turkevelyek, a kumadarasiak is, mindenki ismerősként üdvözölte egymást. Igen, mert ez már 10 éve gyakorlattá vált. Még Szekeres Gyuri bácsi vezette ezt be. A megyei szinten volt, amikor 43 társcsoporttal csináltunk rendezvényt itt Karcagon, és ez megmaradt, hát már annyi nem, de az a 7-8 társcsoport, ez megmaradt, és mi is megyünk a rendezvényeikre, meg ők is megjelennek nálunk. Többször egy évben. Minden alkalommal szokott lenni meglepetés műsor is, gondolom ez most is így lesz. Most is így lesz, ennek a rendezője, szervezője minden alkalommal Sermanné Kása Erzsike, amit nagyon köszönünk neki. Nem tudjuk mindig pontosan, hogy mi, most is lesz meglepetés. Én azt kívánom azért, hogy nagyon sokan maradjanak még tagok, és sok hasonló ilyen szép rendezvényt önöknek. Nagyon szépen köszönöm. Kovács Szilvia, a polgármester asszony is eljött erre az évzáró ünnepségre. Itt mögöttünk már mindenki nagyon izgatott, gondolom ön is tapasztalta, hogy belépett az ajtón. Igen, egy nagyon kellemes, zsongó hangulat fogadott. Én úgy gondolom, hogy már a hangulat meg van alapozva, és ez így van jól, hiszen ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy mindenki elmesélje az évben történteket, jól érezze magát, beszélgessen egy jót, és lélekben egy kicsit fölkészüljön az adventre, az ünnepekre. Itt már mögöttünk láttunk egy kis karácsonyi hangulatot is, gondolom, hogy ez is ez sugallja, és az is egy példaértékű lehet, hogy nem csak mozgássérültek, hanem társ civil szervezetek vezetői is itt vannak, tehát ezzel is jelezve az, hogy számítanak egymásra. Így van, a télapom már megérkezett, remélem a Jézuska sem fog elmaradni majd december 24-én, és annak külön örülök, hogy a társ szervezetek is képviseltették magukat, hiszen egy igazi összefogást példáz és mintáz, és én úgy gondolom, hogy ez nagyon jó mindenki számára, hiszen nem csak egy szűkebb, hanem egy tágabb körben is együtt tudnak lenni, tapasztalatokat tudnak cserélni, élményeket tudnak egymásnak átadni, és én úgy gondolom, hogy ezek azok az alkalmak, amik megteremtik annak a lehetőséget, hogy közös programokat is szervezzenek, és én úgy gondolom, hogy ezzel mindenki csak gazdagabb lesz, minden szervezet és az egész város, az egész korosztály. Reméljük, hogy még sok hasonló lesz vehetünk, hiszen itt azért kirándulásokról hallottunk, egymáshoz ellátogatnak, most is van, aki túrkevéről, kumadarasról, társszerv vendégek, tehát ők is mozgássérültek, tehát kinyílik sokak számára így a világ. Igen, és ez egy példaérték mások számára is, akár a dolgozó ember számára is, hogy bizony-bizony meg kell lopni azokat a hétvégéket, azokat a kis pici szabadidőket, és együtt eltölteni, közös programokat szervezni, hiszen később majd ezekből fogunk táplálkozni, és ezekre olyan nagyon jó visszaemlékezni.
Azt gondolom, hogy a mai napon is lesz utána, mire visszaemlékezni itt a mozgássérülteknek, és találkozunk még sok hasonló ilyen ünnepi alkalmon. Én bízom abban, hogy nagyon sok ilyen alkalommal fogunk találkozni, még hiszen az év végén minden szervezet szeretné lezárni egy kis rendezvénnyel az egész évet, megbeszélni a történéseket és megtervezni a következő évet. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon gazdag program, de kell az ember lelkének, hogy az évet kellőképpen és méltósággal le tudja zárni. Köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen! Őszinte tisztelettel köszöntelek benneteket. Rengeteg jele van az idő múlásának. Az egyik biztos jel az, ha így borúsra, ködösre, esősre fordul az idő. Így november vége táján mi összejövünk évzáró ünnepségünket megtartani. Az elmúlt év, mint minden eddig elmúlt év, hozott örömet is, jót is, szépet is, hozott fájdalmasat is. Kezdjük azzal, hogy emlékezzünk meg az év folyamán körünkből távozottakról, különösen hozzáteszem most itt Derda Lőrinc egykori tagtársunkat, mert az még annyira friss, hiszen tegnap temettük. Az egyesület is képviseltette magát, és mindenkiért mi csoportunkba és a vendégeink csoportjánál is, akire emlékezni kell, kérem álljatok föl mindannyian. Megőrizzük, emlékezünk rájuk, és velünk vannak sokszor, amikor fizikai valójukban nincsenek velünk. Kedves társaim, kedves mindannyian, az én tisztem szerint nem említek külön senkit se, ezt majd megteszi a mi csoportvezetőnk. Most én csak annyit szeretnék mondani, hogy az ünnep az időnként lehetőséget ad, néha kötelességet is jelent a számvetés készítésére. A számvetést mindannyian elkészítjük magunkba, családba, de amikor egy csoport készíti el az éves számvetését, annak külön jelentősége van, hiszen abba mindannyian benne vagyunk, jelenlétünkkel, tevékenységünkkel, és akkor én megkérem Németh Imrénét, a csoport vezetőjét, ennek a számadásnak, számvetésnek az ismertetésére. Köszönöm szépen! Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket és sorstársainkat. Köszöntöm Kovács Szilvia alpolgármester asszony. Köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat. Köszöntöm dr. Urbán Szabó Bélát, a mozgáskorlátozottak megyei elnökét. Engel Editkét, a csoport összekötő munkatársunkat. És Simonné Mártikát, aki meglepetés vendégünkben annál nagyobb szeretettel fogad. Köszöntöm Ferenci Eleknét, a Karcagi Nyugdíjas Barátok Egyesületének elnökét, és kedves férjét, Bére Sándor urat, a Országos Nyugdíjas Polgári Egyesületnek olyan hosszú Karcagi szervezetének elnökét, meg egyéb tisztítósaidat. Igen, országos elnökét. Igen. Akkor köszönöm a kiegészítést. Váci Attilánét, a Nagykunságért Civil Fórum elnökét. Rav János urat, a Nagykun Bajtási Egyesület vezetőjét. Zsirányi Zsigmondé, Bognár Marikát, a énekes papírtársát, és kedves férjét. Még itt kívánom kiegészíteni a köszöntést. Pánti Ildikó képviselőasszonyt is meghívtuk. Sajnos elfoglaltsága véget nem tudott eljönni, de annál nagyobb szeretettel köszönti az egész csoportot, és nagyon jó szórakozást kíván. Megkeresett bennünket az irodánkba, és ezt az üzenetet küldte.
beszámolomban a 2015 évben vállalt feladatok teljesítését csak röviden értékelem. Október 3-án már részben ezekről beszéltünk, a Rokkantak napján. Az éves programunknak megfelelően a hónap végi csoportgyűléseket minden esetben megtartottuk. A heti csütörtöki ügyelet egyszer sem maradt el, köszönet ezért a vezetőség minden tagjának és segítőiknek. A tervezett 3 kirándulás nagyon jól sikerült. Júniusban Parádon, illetve Demjénfürdőbe voltunk, ez egynapos kirándulás volt. Augusztus 4-én Túlkevére mentünk, ahol egy egészségnapos program keretében a társcsoporttal együtt Nagyné Katika szervezésében töltöttünk el egy napot, délután még egy nagy víz alatti tornát, gyógytornát is végrehajtottunk, hát ki meddig bírta. Ezt köszönjük, ezt a szép napot a túlkevei csoportnak és vezetőjének. Augusztus 24-én a Hortobágyi Halastavi kisvasúttal tettünk egy utat, és megcsodálhattuk Hortobágy madárvilágát, aztán Nádudvarra mentünk a Fazekas Múzeumba, majd fürdőzéssel fejeztük be a napot. Ez minden kiránduláson be van nálunk iktatva, délelőtt barangolunk, megebédelünk egy közös ebéddel, mindig finomakat általában, és délután pedig fürdőzéssel zárjuk be a kirándulást. Megrendeztük a nőnapot, anyák napját, apák napját, és október 3-án a Rokkantak napját 5 társcsoport részvételével igen sikeresnek bizonyult a karcagi birkapörkölt, és hozzá az ajándékba kapott nagyon finom vörös bor, megtette a hatását, jó hangulattal zártuk. Külső előadót is hívtunk ebben az évben is, áprilisi rendezvényünkön Nagy Ildikó, szakpszichológus tartott előadást. Májusban részt vettünk a megyei küldőgyűlésen 8 fővel. A MEOSZ-nak új elnöke lett Kovács Ágnes személyébe, aki igen agilis fiatal hölgy, pozitív változásokat remélünk tőle. Remélem, hogy majd elnök úr bővebben beszél erről a változásról, vagy remélhető változásokról. A társcsoportok meghívásának eleget téve, ebben az évben is többször vettünk részt a rendezvényeiken. Így voltunk Kenderes, Kisújszállás, Túrkeve, Kengyel, Pummadaras és Berekfürdő csoportjainál. Ebben az évben került sor a bírósági ülnökök választására. Csoportunk 4 főt javasolt, és mind a 4 fő jelentkezését elfogadták. Elgó elektromos kocsi 10 fő részére tudtunk megszervezni. Megszerveztük a gyógyászati segédeszközök felírását, rollátor, bot, gyógycipő, stb. A gyógyászati segédeszközök kölcsönzése folyamatos. Van rá igény. És itt szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik a már nem használt, de még üzemképes segédeszközeiket nekünk leadják, mert van, akinek tovább tudjuk adni. Nagy Róza volt csoporttársunk. A régi tagtársak közül még emlékeznek Rózsikára, sajnos évek óta nem tudott kimozdulni és nem jár közénk, de egy elektromos utcai kerekes széket működőképes állapotba átadott a Mozgássérült Egyesület részére. Ebben az évben az önkormányzattól kaptunk 10 darab fürdőbérletet az Akácsliget fürdőbe, amit sajnos csak szeptember 2-ától december 31-ig vehetünk igénybe, 7-es turnusváltásba. Rossz idő jött, de el kell mondani, hogy azért van rá igény, van, aki kimegy, és minden héten viszik ezeket a jegyeket, ha nem is mind a 10-et, de mindig van, aki kijár a fürdőbe. Nagyon szépen köszönjük, és a jövőben is igényt tartanák rá. Már beadjuk decemberbe az igényt, hogy hát, ha januártól újra folyamatosan kaphatnánk ilyen fürdőjegyeket. Ezúton is nagyon-nagyon köszönjük Dobos László polgármester úr támogatását, mert nagyon jó indulattal van irántunk.
2015 évi ellátmányunk összege, hogy a pénzügyekről is mondjak valamit, 113 ezer forint volt. Ennyit kaptunk vissza a befizetett tagdíjakból. Másonnan sajnos nem volt most kiírva a pályázat, így nem tudtunk hozzá gyarapítani. Kérnénk minden tagtársat, ha módjává 2016. január 31-ig fizesse be a tagdíjakat. Későn érkezett tagdíjakból már sajnos nem kapunk vissza. Ellátmánnyal a megyei egyesület felé hiánytalanul elszámoltunk. Ezt köszönöm Kis Károlyné Zsuzsikának, és azt is, hogy minden csütörtökön készen áll az ügyelet feltételeinek biztosítására. Ez azt jelenti, hogy a tagjaink azért nagyjából tudják, hogy reggel 9-kor jelentkeznek azért a szatyorért, 11-kor visszaviszik, a többi elszámolás pedig otthon végzi. És ez minden csütörtökön ismétlődik. A vezetőség mindent megtesz azért, hogy a csoport működőképes maradjon. Köszönet a csoport azon tagjainak, akik fáradtságot nem ismerve, időt nem sajnálva, mindig készek az önkéntes segítő munkára. Köszönjük a sok felajánlott süteményt, tombolatárgyat. Köszönet külön a hóvégi rendezvények szervezőinek, főzőmestereinek. Általában 90-100 főre főzünk, mikor paprikás krumplitól a babgulyásig, birkapörköltig mindent, ahogy a tervünkbe ezt megállapítjuk. Köszönjük támogatóinknak a felajánlásaikat, aminélkül nem tudtuk volna megrendezni a mai ünnepségünket. El kell mondani, hogy igaz, hogy szűkös az anyagi helyzet és szorít mindenkit, de azért még vannak vállalkozók, akik segítenek bennünket anyagilag is. És nagyon sok tombolatárgyat kaptunk boltoktól, üzemektől, amivel itt prezentálni tudjuk ezt a kis tombolahúzást. Köszönjük, ebben az évben a városvezetés is sokat tett a mozgássérültek érdekében. A városházán elkészült a lift nagy örömünkre. Egyre több helyen alakítanak ki mozgássérült parkolót, és az akadálymentés is folyamatos, mentesítés is folyamatos. Itt még lesz tennivaló, mert a járdák mindig romlanak, és nagyon sok hely van még a városban, ahol az elgókocsikkal, vagy akár csak bottal is, vagy a kis rollátorral nem tudnak felmenni, mert annyira felhepehupásodnak a járdák, hogy balesetveszélyessé válnak. Ezt fel fogjuk mérni, és ezt majd továbbítjuk. Megtettük már sokszor, mindig lett is benne azért eljárás, de hát az egész városból ugye még nem tudták megtenni, de hát továbbadjuk az igényünket. Úgy gondolom, hogy a 2015-ös évet, ha értékeljük, ha egy kicsit döcögősebben is mentek a dolgok, mint az előző években, egy lényeges dolog van, ami pozitív. Még együtt vagyunk, és ezt szeretnénk, ha így is maradna. Nagyon köszönöm a sorstársaimnak, a csoporttársaimnak, hogy ilyen szép létszámmal eljöttek. Mert sajnos most a vidékiek kevesen vannak, és ha közel 100-an mink nem vagyunk itt jelen, nem tudjuk megrendezni ezt az évvégi záró ünnepséget. Ezt köszönöm mindenkinek. Kívánok mindenkinek jó egészséget, és békében eltöltendő éveket. Békességet, békét, mert ez gondolom pillanatnyilag a világon a legfontosabb. A mai naphoz jó szórakozást, az ebédhez jó étvágyat kívánok, és köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen. Ha valamelyikőtökben olyan gondolat fogalmazódik meg, hogy valamiről nem adott számot, hát azt majd megkérdezzük, hogy miért hagyta ki. De mindannyiunkban közös élmények, közös emlékek élnek, és én hittel hiszem, hogy ez az év is eredményes volt, szép volt, örömet hozott mindannyiunknak. Akkor alpolgármesterünké a szó. Tisztelt csoportvezető asszony,
tisztelt levezető elnökasszony, tisztelt elnökasszonyok, elnökurak, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! Először is engedjék meg, hogy átadjam Dobos László polgármester úr szívélyes baráti üdvözletét, aki hivatalos elfoglaltsága miatt nem tud itt lenni önökkel, így velem kell, hogy beérjék, én jöttem annál nagyobb szeretettel önökhöz. Könnyed ígéretet tettem, hogy rövid leszek, tényleg megpróbálok röviden beszélni, bár ez nagyon nehéz. Nehéz azért, mert amikor ide érkeztem, már egy olyan kellemes, bizsergő légkör fogadott, hogy én úgy gondolom, hogy nagyon jó helyre érkeztem, nagyon jó emberek ülnek itt, igazi jó hangulatban, lezárva egy évet. Igen, megint eltelt egy év, és lezárjuk az évet, és ahogyan hallottuk csoportvezető asszony összegzéséből, ilyenkor egy picit meg szoktunk állni, visszatekintünk, mérlegeljük az eddigi történteket, tervezzük a jövőt, összegzünk, és ezt minden csoport, minden civil szervezet megteszi. Éppen ezért én már hetek óta, higgyék el, semmit nem hallok, csak azt kérdezik tőlem, hogy ugye nagyon sok rendezvényre kell venni. És én mondtam, hogy igen, annál is többre. És akkor jönnek a reakciók, jaj, te szegény, jaj, hát ez borzasztó, micsoda elfoglaltság, micsoda teher, micsoda nagy feladat. És úgy csodálkozva nézek ezekre a reakciókra, mert igen, egyrészről ez tényleg egy nagy feladat, akár teher is lehet, de én úgy gondolom, hogy ezt nem csak erről az oldaláról kell nézni. Hiszen ennek nagyon sok oldala van, és az egyik nagyon kellemes oldala az, hogyha ezek a rendezvények nem lennének, úgymond majdnem kötelező jelleggel, akkor gondolkodjunk csak el, összejönnénk? Itt ülnénk ennyien? Biztos vagyok benne, hogy nem. Éppen ezért igen, ezek a rendezvények kellenek, és nagyon fontosak. Picit kötelezővé teszik számunkra, hogy szedjük össze magunkat, akármennyire borult az idő, még ha esik a hó is, vagy csúszik az út is, de bizony-bizony, vegyünk erőt magunkon, bújjunk ki a jó meleg vackunkból, és jöjjünk el, és legyünk együtt, töltsünk el együtt egy kellemes időt, hiszen ez nagyon-nagyon fontos. És éppen ezért a másik oldalt is meg kell nézni. Mi eljövünk, jól érezzük magunkat, de a dolognak van még egy oldala, a szervezés oldala. Azért ezeket a rendezvényeket megszervezni sem egyszerű ám, mert nekünk könnyű idejönni és jól érezni magunkat, megvan az időpont, megvan a helyszín, tulajdonképpen minden megvan. De ahhoz, hogy ez így egészé álljon, bizony nagyon-nagyon sok apró dolognak kell egybe csengenie, együtt lennie, hogy nekünk egy nagyon hangulatos és élményekkel teli délután produkáljon. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy nagyon kellenek ezek a rendezvények, kellenek hozzá jó szervezők, az áldozatkész munkatársak, és külön öröm számomra, hogy nem csak egy szervező szervezetnek a tagjai lehet itt látni, hanem társszervezetek is megjelentek. És ez igazi példaértékű összefogás, én úgy gondolom, hogy erre mindenki odafigyelhet, és oda is kell, hogy figyeljen, és példaként kell, hogy álljon előtte. Igen, így kell szervezni, így kell összetartani, hiszen így tudjuk igazi tartalommal megtölteni az együttléteinket. Ha belegondolunk a mindennapi életünkben, nagyon sok rendezvény, nagyon sok úgymond buli van. És ezek az úgymond bulik nem szólnak sok mindenről, csak a mulatozásról, táncról, zenéről. Igen, én úgy gondolom, hogy ez is kell az ember életébe. De annál nagyobb szükség van, és annál fontosabb, hogy legyenek olyan igazi együttülős rendezvények, ahol tudunk beszélgetni, el tudjuk mondani örömünket, bánatunkat, tudunk tervezni, visszaemlékezni, és tudunk együtt tartalmasan, nagyon jól együtt lenni. Tartalom. Az előbb hallottuk az éves beszámolót. Hát igen, csak megmozgatták ezt a szervezetet, és minden más szervezetet, mert nagyon sok programot lehetett hallani, és ehhez külön szeretnék gratulálni, és egy picit irigy is vagyok, megmondom őszintén, mert azért, ha valaki aktív és ezeken részt vesz, nagyon mozgalmas és gazdag élményekkel dús évet mondhat magáénak.
és bizony-bizony ez a dolgozó ember számára, hát valljuk be, nagyon nehezen teljesíthető. Én úgy gondolom, hogy mindenkinek, ha dolgozik, ha már nem aktív, akkor is meg kell találni a módját, hogy kicsippentsen magának az élet cikkeiből egy olyan pici kis karét, amikor igazi tartalommal megtöltött együttlétekkel tölti el az idejét, beszélget, akár könyvekről, kirándulásról, az élet dolgairól, és tervezi a jövőt, hiszen csak így lehet élni és tovább lépni. Kérdések és kérések is elhangzottak felénk. Igen, az önkormányzatunk mindig igyekszik minden civil szervezetet, egyesületet, alapítványt segíteni, a elkövetkezendőkben is számíthatnak ránk, természetesen tehetségünkhöz mérten. Én úgy gondolom, hogy a jóisten pénze nem lenne elég a járdákat megjavítani, és mindig olyan állapotban tudni, ahogyan az mindenkinek megfelelő és kényelmes és jó, de higgyék el, hogy azon vagyunk, hogy minél nagyobb arányban ezek a javítások, ezek a karbantartások megtörténjenek, és mindenki balesetmentesen tudjon közlekedni, hiszen annál nagyobb bosszúság nincs, amikor az ember a járda hibájából botlik meg, és ez sajnos megtörténhet a sima járdán is, tudjuk nagyon jól, jár így mindenki, de én kívánom, hogy ne járjunk így, de remélem, hogy minél nagyobb lesz azoknak az útszakaszoknak a mérete, száma, amit így tudunk egyrészt akadálymentesíteni intézményekbe, mindenkinek biztosítani a biztos bejutást, és a megfelelő minőségű járdákat, utakat is megvalósítani önök számára, és természetesen az egész város számára. Fürdőbérlet számíthatnak rá, én bízom abban, hogy következő alkalommal is lesz lehetőségünk erre kicsit hamarabb jobb kihasználtsággal, és én bízom abban, hogy a jövő évben is hasonló gazdagságú, hasonló élményekkel teli programot tudnak önöknek, maguknak megtervezni és meg is valósítani. Én szeretném mindenkinek a munkáját megköszönni, akinek a szervezet egész évi működésében, programjában bármi szerepe volt. Szeretnék gratulálni ennek a rendezvénynek a megszervezéséért, és mindenkinek az elkövetkezendő évekhez, az évhez, különösebb a 2016-os évhez kívánok nagyon jó egészséget, boldogságot, kitartást, rengeteg szeretetet, akkor át, hogy ebbe a teremben ne is lehessen bezsúfolni, beszuszakolni, úgymond. És én kívánom, hogy mindenkinek az álma, terve váljon valóra. A mai délutánhoz, a mai ebédhez mindenkinek jó étvágyat kívánok, illetve jó szórakozást kívánok, és az elkövetkezendő ünnepekhez pedig áldott, békés, boldog karácsonyt, az esztendőre való kívánságaimat pedig már hallották. A Jóisten áldását kérem még mindenkire, hiszen anélkül úgy gondolom, hogy nem működik a mi világunk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Én elnézést kérek azért, amit most fogok mondani. Az idővel azért kell nagyon gazdálkodni, mert gyermekszereplőket hívtunk, és nem szeretném, ha a megígért időn túl sokat kellene várni, és elnézést, hogy ilyen bevezetővel adom át elnök úrnak a szót, parancsolják. Sok szeretettel üdvözlök én is mindenkit. Valóban megpróbálok nagyon rövid lenni és címszavakban kitérni egyes témakörökre. Az egyik, amit szeretnék mondani, hogy én nagy örömmel hallgattam a Marikának a beszámolóját erre az évre vonatkozólag. Minden örömmel, nehézséggel együtt, amiket említett. Alpolgármester asszonynak mondanám, hogy könnyű helyzetben van ez a vezetőség, amelyik itt a csoport élén van, mert jó trénerük, edzőjük volt Szekeres Gyuri bácsi személyében, és itt egy elég kipróbált csapat van ebből a szempontból, úgyhogy annak különösen örülök, hogy ez az év is megmutatta azt, hogy gyakorlatilag a csoport működése zökkenőmentesen tudott
folytatódni itt a személyi változást illetően is, a sajnálatos személyi változást illetően is. Ahogy arra Marika utalt, valóban új elnöke van a országos szövetségünknek, Kovács Ágnes személyében, egy fél évvel ezelőtt került megválasztásra. Nyilván erről a fél évről még nagyon nehéz mondani bármit, csak jelzéssel mondom, hogy a korábbi elnök úr, a Hegedűs Lajos az 18 évig volt a szövetségünk elnöke, ehhez képest a fél év az még tényleg csak egy ilyen bevezető szakasznak tekinthető. Ami egy kicsit úgy meglepte, én úgy gondolom a szövetségünket is, illetve valamennyünket, annyiból nem volt nagyon szerencsés a tisztújításnak az időzítése, hogy pont akkor tárgyalta az országgyűlés a 2016-os állami költségvetést, és pont egy ilyen ex-lex állapot volt a országos szövetségben is, tehát igazából már a korábbi elnök az nem nagyon akart beleszólni a dolgokba, az újnak meg még nem volt igazán lehetősége, de ez a dolog már most így történt. Az országos szövetségünknek a részéről továbbra is megmaradtak, mondhatnám azt is, sajnos a korábbi kardinális kérdések, amelyek évek óta érintik a mozgássérült embereket. Itt csak utalásszerűen szeretném kiemelni, hogy ilyen az, hogy hát sajnos a állami költségvetésen belül, ami állami támogatást kap az országos szövetség, annak a összegszerűsége az nagyon minimális mértékben változik csak. Gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy 10 éve körülbelül ugyanannyi állami támogatást kap a országos szövetségünk. További ilyen fontosabb témakörök, ugye hát ezek a klasszikus témák, a gépjárműszerzési támogatás, akkor a láttal kapcsolatos kérdések, a parkolási igazolvány, a rehabilitációs foglalkoztatásnak a kérdése, és ezzel összefüggésben, részben ezzel összefüggésben és ettől függetlenül a megváltozott munkaképességű embereknek a orvos szakértői felülvizsgálata. Tehát körülbelül ezek a fő témakörök voltak korábban is, meg jelenleg is, amik, hogy úgy mondjam, aktuális kérdéseket vetnek föl folyamatosan. Én örömmel hallottam, hogy nagyon sokan vannak helyben, akik felajánlják a már nem használt gyógyászati segédeszközöket, amire Marika is utalt. Nem említette, de bízom benne, hogy valóban így is van, hogy ezek a felajánlások ingyenesek. Igen, igen. Én nagyon szeretném fölhívni a figyelmüket, hogy ezt a helybeli sorstársak ezt a szokásokat tartsák is meg a jövőben is. Higgyék el, hogy ez tényleg nagyon nagy segítséget jelent. Hozzánk az Egyesületbe is sokan föl szokták ajánlani a már nem használt segédeszközöket. És hát nyilván, akik krízis helyzetbe kerülnek, és egyik pillanatról a másikra kell segédeszköz, azoknak jelent ez nagyon komoly segítséget, mert ugye mire kiíratja, megkapja az idő, tehát, és valamikor a helyzet az meg azt kívánja, hogy már a következő órában jó lenne egy kerekesszék, vagy egy bármilyen segédeszköz. Megjegyzem, ezt azért említettem és emeltem ki, mert nagyon sokan például az Egyesületben úgy kívánják felajánlani, hogy megvételre. Na most ettől a Egyesületünk eddig is elzárkózott, és a jövőben is el fog zárkózni, tehát nyilván a ingyenes felajánlást azt elfogadjuk, de
venni biztos, hogy nem fogunk. Ennek vannak morális, etikai szempontjai is, és ehhez tartjuk magunkat. És nagyon örülök, hogy ez így van. Befejezésül engedjék meg, hogy én is minden jót kívánjak önöknek, jó egészséget, jó szórakozást, a ünnepekhez áldott békés ünnepeket kívánok, kellemes családi együttléteket, és kezdjék jóségvel, türelemmel, egészséggel az új évet. És engedjék meg, hogy Marikán keresztül valamennyi segítőjének megköszönjem azt az áldozatkész munkát, amit ennek a mai rendezvénynek a megszervezése is jelentett, és hát legyen még részük sok ilyen hasonló örömben és nehézségben, amivel ez együtt jár, és Marikán keresztül köszönöm a többieknek is a segítséget, és minden jót kívánok önöknek! Köszönjük szépen! Köszönöm szépen elnök úrnak szavait, különös tekintettel az elismerő és biztató szavakat köszönjük szépen. Gondolom, hogy jövőre is lesz kitartásunk, erőnk egymás örömére tovább együtt dolgozni. Egy nagyon szép kezdeményezést indítottunk el tavaly. Tanulva másoktól. Az szerintem mindig nagyon jó dolog, ha tudunk tanulni, és tudunk kitől tanulni. Így akkor most megkérem Németh Imrénét, a szépkorúakat köszöntse. Nagyon-nagyon kellemes pillanathoz érkeztünk. A 80 élet évüket betöltött, igaz, hogy ezt hölgyek tekintetében nem is szoktuk mondani, de most örül neki mindenki, hogy itt vagyunk és köszönhetjük. Tavaly sokkal többet köszöntettünk először, és mindenkit, aki 80, illetve 80-on felül volt, még 89 éves csoporttársunkat is tudtunk köszönteni. Reméljük, jövőre a 90 éveseket is tudjuk, mert van köztünk egy pár, aki jövőre már a 90 évet betölti. Most szeretném köszönteni Balláné Esztikét a 80. születésnapja alkalmából. Nagy szeretettel! Esztikém, gratulálunk, és nagyon jó egészséget kívánunk, és az, hogy még nagyon sokáig ilyen aktívan legyél köztünk. Nagyon köszönöm. Köszönöm. Szép. És a drágám, egy kis csekéséggel. A következő kedves, Kovács Miklósné. Nem jött el Piroska? Nem láttam itt köztünk. Mert ő betöltötte márciusba a 80. életévét, nem érkezett meg. Nagy Lászlóné, Marika. Gratulálunk, és nagyon jó egészséget kívánunk, és legalább így tartsd a formádat, mint eddig. Igyekez. Nem mindig úgy sikerül. Majoros Istvánné Elsike. Neked is minden jót kívánunk, és sokáig legyél itt velünk, és tudod, úgy, mint eddig. Így van. Nagyon köszönöm. És gratulálunk. Szekeres Györgyné Esztike, ha jól tudom, december 20-án lesz. Vagy 22-én? 20-án. És az ő nevében Gyuri fia veszi át a kis ajándékot, és nagyon jó egészséget kívánunk nekik innen is. Már most mondhatjuk, hogy odahaza van, nagyon sokáig bent volt megint a kórházba, jobban van, és innen kívánunk neki a legeslegjobbakat. Gyurikám, vedd át ezt a kis segítséget, és egy puszit kérünk tőled is. Én az ebédhez nagyon jó étvágyat,
a nap további részéhez pedig jó szórakozást kívánok. Köszönöm szépen. Szép jó napot kívánok mindenkinek. Turkevél a Nagy Emlémi vagyok, a mozgási gyönyörű csoport vezetője. Hát nagyon jó egészséget kívánok ebben a gyönyörű, szép, napos, esős időben mindenkinek. És kellemes karácsony ünnepeket, békés boldog új évet, mert azt hiszem már azóta, igen, találkozunk. És köszönjük szépen a csoportnak és Marikának, hogy itt lehetünk. Különben mi már családtagok vagyunk. És még egyszer nagyon köszönjük Marika, és várunk benneteket a 25. Fogadtőrünk szerzettel ezt a kis kívánat. Azért hoztam neked ilyet, mert nem lesz karácsony, hogy mit csináljál. Világos. És te is legalább ezt öntöződ. Jó, köszönöm. Köszönöm szépen. Kunbazarosi mozgássérült csoport nevébe és a magam nevébe is tisztelettel köszöntjük minden kedves megjelent vendéget, sorstársat. Köszönjük szépen Marikának a meghívást, örömmel jöttünk, bár jöhettünk volna többen is, de sajnos nagyon nagy most már az elfoglaltság, minden családban is tudják önök is, az évnek a vége van, a ünnepek, a családi dolgok, a disznótorok, minden év bizony már nem olyan könnyű megszervezni az, hogy elmenjünk valahova. De nagyon szépen köszönjük a meghívást, mindenkinek kellemes karácsony ünnepeket, és egészségben eltöltendő boldog új évet kívánok. Köszönöm szépen!
északi részében. Először taktársunk Özvegy Kovács Imréné vers mondását hallgassátok meg. Fekete István a nádas. Aludtál-e már nádtető alatt? Láttad-e ott, hogy kél fel a nap? Hallottad-e a szélben, hogy zsonganál, ha megérinti a véradat? Ugye nem láttál semmit, se nádirigót, se kolcsagot, se a vadrécék két tükrű szárnyát, se vizeken rengő csillagot. Láttál-e ezer szárcsa fiókát, úszó fészket a vadvizeken, hallgattad-e ködös hajnalokon a vándormadár mit üzen? Raktál-e tüzet tavaly nyából, füstje símogatta a codot, ha felkel a hold és lilész fény táncol a tündöklő ég alatt? És nádi széna volt-e pornád, millió béka muzsikád, imbolygó bagoly régi barátod, nyárson sült keszeg a vacsorád? Fülöttél-e már este csendbe a fényben, mikor lobban a néma tűz? A nádason átrepül az álom, és rád sóhajt lágyan a puha fűz. Álmod, ha őrzi millió nárszal, és tartja feletted az eget, neked adja a csillagos békét, és megsimogatja szívedet. Köszönöm, hogy meghallgattak. Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Arany János epilógus. Az életet már megjártam. Többnyire csak gyalog jártam. Gyalog bizony. Legfeljebb a omnibuszon. Láttam sok kemény fogatot, fényes tengely cifrabakot. Sedd a lelkem, soha meg se irigyeltem. Nem törődtem bennülővel, hegyke úrral, cifranővel. Hogy áll óra az út szélén a baktatóra? Ha egy úri lócsiszárral találkoztam, bevert sárral, nem pöröltem, félreálltam, letöröltem. Hiszen az útfélen itt-ott egy kis virág nekem nyitott. Az leszettbe megvolt szívem minden kedve. Az életet ím megjártam. Nem vastagott, amit vártam. Néha többet, kérve-kelve, kevesebbet. Ad a címet, bár nem kértem, s több a hírnév, mint az értem. Nagyra vágyva, beítelt volna keblen vágya. Ki kiúnak és kevének, tudom boldognak is vélnek, s boldogságot irény nélkül kilátok. Bár engem titkos métej felemészt az örök kétej, s pályán bére, égető, mint Nessus vére. Mi tömérdek munka vár még, mi kevés, amit bevál a lég, félbe, szerbe, s hány reményem hagyott cserbe. Az életet már megjártam, mit szívembe zártam, azt nem hozta, attól makacsul meghozta. Egy kis független nyugalmat, melyben a dal megfoganhat, kértem kérve, ső halasztál évről évre. Csöndes fészket zöld lomb árnyán, hová múzsám elelvárnám, mely sajátom, benne én és kis családom. Munkás vidám öregséget, hol mit kezdtem, abba véget ért. Ennyi volt csak, s hogy megint ültessek, olcsak. Most, hadnál is későn,
a nyugalom vár a végső. Mert hogy szálljon bárkalitja nyitva, rabmadár is szeget szárnya. Köszönöm szépen. Dániel István taktársunk énekeit hallgassuk meg. Ezt a titkot semmi meg nem magyarázza. Valahol az ember mindig elvilázol. Lassú boldog szívvel magamra maradtam, aki hozzám mű volt, azt én kikacagtam. Miért van az, hogy szívünk azért dobog jobban, akit megalázol? Valahol az ember mindig elhibázol. A mis lelkű lányok azok jó barátok, elmúlt, elmúlt, mindent megbocsájtunk. Aki ennyit átért, aki ennyit kárért, már csak fejét rázol. Valahol az ember mindig elhibázol. Aki ennyit átért, akit ennyi káré, már csak fejét látszol. Valahol az ember mindig elvázol. Hinni kell a boldogságban, azt mondják, hogy úgy is eljön. Ha majd hozzád bekopogtad, fogad illő gyöngét szeretettel. Vigyázz rá, hogy el ne menjen, maradjon csak mindörökké nálam. A boldogság ritka vendég, őrizd meg, ha végre megtalál. Hinni kell a boldogságban, ne siettek türelemmel várjon. Zárd szívedbe, hogy halljon, ne feledd, hogy erre sokan várnak. Te már tudod, csak az boldog, aki igaz szerelemben élhet. Hinned kell a boldogságban, már valaki elhúzza majd minden. Egy kicsit másabb műfajba térünk át, ugye a jó hangulat után. Kedves megjelentek! Az advent idő zónájában és a küszöbön vagyunk, valamennyien várunk, vágyakozunk és készülünk. Egyben hagyománya is, tisztelői is vagyunk az eljövendő szép ünnepeknek. Ennek jegyében emlékezek meg néhány sor írásról, amit Ág Tihamér írt az adventről. Ág Tihamér advent. Ködös hajnali, tejszínű reggelek,
a földön sárguló elkínzó levelek. Az ég hályok szemén nem tör át a nap, a sugár nyalábja a felhőben megakad. Az ősz lassan lépked, lassan télbe borul, az alig, hogy megvirad, már is bealkonyul. Este a tompa fények remegnek az utcán, megfagynak a tócsák, jég a jéghátán. De a hétköznapok bágyat szürkesége nem töri meg azt, ami bennünk béke. A lelkünkben reménység, a szívünkben áldás, ránk köszöntött advent, boldog Jézus várás. És ha én találok valami szépet, azt szeretem átadni azoknak, akiknek lehetőségem van. És most találtam egy szépet, és igyekszem átadni nektek is. Kányádi Sándor, az én mi atyánkom. Mikor a szíved már csordultig tele, mikor nem csönget rád soha senki se, mikor sötét felhő borul életedre, mikor kiket szeretsz, nem jutsz az eszükbe. Ó lélek, ne csüggedj, ne pusztulj bele. Nézz fel a magasba, reményteljesen, s fohászkodj, mi atyánk, ki vagy a mennyekben. Mikor a magányod ijesztően rád szakad, mikor kérdéseidre választ a csend nem ad, mikor körülvesz a durva szók özöne, átkozódik a rossz, erre van Istene. Ó lélek, ne csüggedj, ne roppanj bele. Nézz fel a magasba, s hittel rebegd, Uram, szenteltessék meg a te neved. Mikor mindenfelől forrong a nagyvilág, mikor elnyomásban szenved az igazság, mikor szabadul a pokol a földre, népek homlokára Káin bélyege van sütve. Ó lélek, ne csüggedj, ne törődjél bele. Nézz fel a magasba, hol örök fény ragyog, s kérd, Uram, jöjjön el a te országod. Mikor beléd sajdul a rideg valóság, mikor életednek nem látod a hasznát, mikor magad kínlódsz láztól gyötörve, hisz bajban nincs barát, ki veled törődne. Ó lélek, ne csüggedj, ne keseredj bele. Nézz fel a magasba, hajtsd meg homlokod, s mondd, Uram, legyen meg a te akaratod. Mikor a kisember fillérekben számol, mikor a drágaság az idegeken táncol, mikor a gazdag milliót költ, hogy éljen, s millió szegény a nincstől hal éhen. Ó lélek, ne csüggedj, ne roskadj bele, nézz fel a magasba, tedd össze két kezed, s kérd, Uram, add meg a napi kenyerünket. Mikor életedbe lassan belefáradsz, mikor hited gyöngül, sőt, ellene támadsz. Mikor, hogy imádkozz, nincs kedved, sem erőd, minden lázad benned, hogy tagadd meg őt. Ó lélek, ne csüggedj, ne egyezz bele. Nézz fel a magasba, s hívd Istenedet. Uram, segíts! Bocsásd meg vétkeimet. Mikor hittél abban, hogy téged megbecsülnek, munkád elismerést, lakást is szereznek, mikor verítékig hajszoltad magad, később rádöbbentél, hogy csak kihasználtak. Ó lélek, ne csüggedj, ne esz kétségbe. Nézz fel a magasba, sírd el teremtődnek, Uram, megbocsátok az ellenem vétkezőknek. Mikor a nagy hatalmak a békét tárgyalják, mikor a béke sehol,
csak egymást gyilkolják. Mikor népeket a vesztükbe hajtják, s kérded, miért tűröd ezt, Isten, mi atyám? Ó lélek, ne csüggedj, ne pusztulj bele, nézz fel a magasba, s könyörögve szólj, lelkünket kikérte a rossz, támad, stombol, Uram, ments meg a kísértéstől, ments meg a gonosztól. Amen. Utóhang. S akkor megszólal a mester, keményen, szelíden, távozz sátán, szűnj vihar, béke, s csend legyen. Miért féltek kicsiny hitűek? Bízzatok, hisz én megígértem nektek, pokoli hatalmak rajtatok erőt nem vesznek, hűséges kis nyájam, én pásztorotok vagyok, s a végső időkig veletek maradok. Ezt a szépet akartam, hogy a csúcspont a műsorunkon, Marika, téged kérlek, jöjj és énekelj nekünk. Szép jó napot kívánok mindenkinek, tisztelettel és barátsággal köszöntök kedves mindenkit. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, szoktam mondani, hogy Karcagra már hazajövök, és nagyon nagy örömmel teszem minden alkalommal. Az első dallal emlékezzünk azokra a sorstársakra, akik egy éve távoztak el közülünk az égi mezőkre, Isten nyugtassa őket. Tegnap sem ragyogott több csillag az égen, nem járkált sem volt több virág a vénakác fára. Mégis más a világ, hiányzik valaki ebből az utcából. Kis ablakok